Az egérfogót az 1950-es évek elején írta a krimi Koronázatlan királynőjének is nevezett Agatha Christie. A darab a színház történelem leghosszabb ideje futó darabja, a londoni West Enden például több mint 60 éve játsszák megszakítás nélkül. Most a Nyíregyházi Teátrumban is látható lesz a feszültségkeltésre írott darab. Schlanger András rendező szerint egyszerre könnyű és nehéz színpadra vinni az egérfogót. Agatha Christie pontosan leírja, hogy néz ki a szoba berendezése, balra föl ajtó, jobbra lefelé a pincébe, és talán igen lehet eltérni, hiszen különben nem működik a krimi maga, a megoldás nem jön létre. Ugyanez benne nagyon nehéz is, tehát nagyon nehéz beletenni a rendező egyéniségét, hiszen itt igazából arra kell szorítkozni, hogy a színészek karakterét, a figurákat minél inkább segítse megszületni, de ez benne a legszebb is, hiszen nagyon bonyolult és ibzeni, csehovi mélységű személytörténetek vannak. Kettős szereposztás is van a darabban. Trotter rendőr őrmester figuráját Haumann Máté alakítja, később Gulácsi Tamás váltja őt a színpadon. Haumann Máté azért is vállalta el a Nyíregyházi Teátrum felkérését, mert korábban már játszotta ezt a szerepet. Ő a nyomozó a történetben, hogy hát ez egy detektív történet, nem árulunk el túl sokat ezzel, és hát ő a nyomozó benne, aki tulajdonképpen levezényeli ezt az egész idézőjelbe vett kihallgatást, hogy kiderítse, hogy ki a gyilkos. A darab premier előadása szombat este lesz a Móricz Zsigmond Színház kamara színpadán.